A napokban újra elővették a sálat, kesztyűt, sapkát és téli cipőt a székesfehérváriak, hiszen ismét téli időjárás volt tapasztalható. Ezeket a ruhadarabokat továbbra sem lesz érdemes visszatenni a szekrénybe, hiszen a hőmérséklet nem változik, mondta el Simon Gergő, a Hungaromet meteorológusa. A következő napokban mindenféleképpen nyugodtabb mederben folytatódik az időjárás. A pár napi érkezett sarvidék eredetű hideg levegő, itt van jelenleg is a Kárpát-medence felett, ennek hatására csütörtök hajnalban ismét erősebb fagyra kell majd számítani a térségben. Ez azt jelenti, hogy a derülszél csendes idő hatására általában mínusz 8 és mínusz 10 fok köré is csökkenhet majd a hőmérséklet. Csütörtöki napon a frontérzékenyeknek nem fog kedvezni az időjárás, hiszen napközben egy hideg front érinti majd a Kárpát-medencét, melynek hatására a felhőzet is megnövekszik. Az elmúlt napok fagyos időjárása természetesen nem csak az öltözködésünkre volt hatással. A Balaton és a Velencei tó szélvédettebb medreinél már kisebb jegesedés volt megfigyelhető. Ahogy azt már megfigyelhették, Székesfehérvár csónakázó, illetve horgásztavai már egy kisebb jégréteg keletkezett, ami a következő időszakban tovább vastagodhat a közeledő hidegfrontnak köszönhetően, de rálépni továbbra sem ajánlott, hiszen életveszélyes is lehet. Ha vastagabbá duzzad is a jégréteg, rálépni itt a városban akkor is tilos. De a korcsolyázás szerelmeseinek nem kell csüggedni, hiszen a Koriliget a téli időszakban továbbra is várja a kikapcsolódni vágyókat, tanítási napokon 8-tól 20 óráig, hétvégén pedig 10-től 20 óráig.